Sziasztok! Ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban Last Jedi figurákkal fogok foglalkozni, ahogyan azt már ígértem nektek előre. Ugye a Last Jedi az egy olyan vonal, amivel annyira intenzíven azért nem foglalkozom, nem gyűjtöm annyira, mint a Solo-t vagy a Rogue One-t, de azért ennél is van egy-egy olyan tétel, amivel úgy vagyok, hogy mindenképpen érdemes beszerezni. Hát most a birtokomba került egy 4-es paknak a teljes figura állománya, és akkor most úgy döntöttem, hogy ez a 4 figura fog szerepelni, mert hát ez így akkor pont kerek, egy csomagba tartoznak, egy tematikájúak, úgyhogy ez így egy videót megér. Lehet, hogy ez a mai nem is lesz olyan hosszú, mint amilyen szokott lenni, de hát végül is néha ilyen is van. Na, a csomag, amiről beszélünk, az a Battle of Crait nevezetű 4-es pak, ami a Last Jedi-ból 2018 márciusában jelent meg, a Last Jedi film digitális kiadásának az idejére időzítve. Ugye hát nagyjából akkor adták ki Blu-ray-en, meg DVD-n, meg mindenféle ilyen formátumban a filmet, és ehhez időzítve dobták a piacra ezt a 4-es pakkot, ami nem exkluzív, tehát nincsenek olyan korlátozások, mint mondjuk más csomagoknál, hogy Target exkluzív, vagy Entertainment World exkluzív, ez elvileg teljes kereskedelmi forgalomba került, de ugyanakkor ez mégsem igaz, mert hát például Magyarországon, de több más európai országban sem került forgalomba végül is, de az olyan némiképpen fejlettebb helyeken, mint Anglia, gond nélkül megvásárolható, illetve Amerikában is korlátozás nélkül lehet kapni. Na most 4 figura található ugye ebben a nyilvánvalóan a 4-es pakban, és mindegyik olyan a kréti csatára fókuszál, tehát mindegyik egy olyan karakter, ami elméletileg ott látszódott. Na most hát ez a kréti csata az, hát mondjuk úgy, hogy nem tartozik a szívem csücske kategóriában. Nem ma éppen a legjobb Star Wars-os csata, amit valaha láttam. Összesen hasonlítható mondjuk egy Endori vagy egy Hotti ütközettel. Egészen egyszerűen azért, mert ez a kréti csata, ez igazából nem csata. Tehát a mészárlás szó az sokkal jobban illene rá, mert hát a csatában valamilyen szempontból, még ha nem is egyenlő felek küzdenek, de azért legalább az egyik fél az képes a valamilyen fokú ellenállásra. Na most hát itt jelen esetben a lázadók, illetve az ellenállók azok annyira azért nem voltak képesek erre. Nem összehasonlítható a dolog a Hotti ütközettel, mert ott azért mégiscsak volt egyfajta eszköztára a lázadóknak, tehát volt ionágyú, meg snowspeeder, meg mindenféle lövegtornyok, meg stb. Lövészárkok. Itt viszont gyakorlatilag semmiük nem volt a szerencsétlen ellenállóknak, pár kivéhet sikló, meg azt hiszem talán egy ágyún kívül, úgyhogy hát ezt nem igazán nevezném csatának, tehát inkább ez egy ilyen nagyon-nagyon egyoldalú mészárlás lett volna, ugye, de hát ismerjük a filmnek a fejleményeit. Mondjuk attól még a mészárlás végül is megállja a helyét. Szóval erre a csatára koncentrál ez a 4-es pak, és hát annak ellenére, hogy az a neve, hogy Battle of Crait pak, hát nem igazán sikerült olyan karaktereket kiválasztani, akiknél ténylegesen így a csatában való részvétel lenne a szempont, illetve hát valamilyen formában mindegyik karakter jelen van, de hát nem az a, egyik se az a kifejezetten tipikus, amire úgy emlékszünk a filmből, illetve hát mondjuk a Rózsira nyilvánvalóan emlékszünk, de azért a kréti csatáról, kréti csata csomagban nem azt várnám, hogy egy Rózt, egy Rejt, egy Snowtroopert és egy First Order Gunnert adnak, bár még a Gunner meg a Snowtrooper abszolút elfér. De lehetett volna ebbe a csomagba kiadni mondjuk azt a, hát nem jut eszembe a neve, azt a nagyon tökös lázadó tábornokot, ugye, aki ott így kilép a lövészárokból, de számtalan más karaktert is simán meg lehetett volna ebből csinálni. Ennek ellenére hát egy kicsit a spórolós megoldást választotta a Hasbro. Na de vágjunk is bele a 4 karakterünk ismertetésébe, nem lesz olyan túlságosan hosszú. Az első figura, ami így megszerezhető, az a Jedi Training Rey, ami hát olyan ismerős, mint a rossz pénz, vagy így nem is tudom milyen szó összetételt használjak rá. Nagyon sokszor találkoztunk már vele, találkozhattatok már vele itt is. Szerintem ez a figura tartja a Hasbro-nál a legrövidebb idő alatt legtöbb kiadott változat, vagy legtöbb újra felhasznált Scout-nak a rekordját, mert hát egészen elképesztő mennyiségben használták már újra ezt a figurát, nagyon rövid idő alatt. Tehát egy ilyen nagyjából
másfél év alatt kiadták Last Jedi single cardosként, Last Jedi 2-es pakba a Praetorian Guard-dal, ugye ilyen minőségében találkozhattatok vele, kiadták a Coles Exclusive pakban, szintén a Last Jedi-ban, illetve a Solo-ban is újra hasznosították single cardosként. Ez volt ugye a karácsonyi nyereményjátéknak az egyik nyereménye nálam. És akkor van még ugye ez a Battle of Crate 4-es pak, amiben szintén ugyanehhez a karakterhez nyúltak hozzá, illetve teljesen ugyanehhez a figurához. Egyetlen egy valamiben tér el ez a Rey az előzőektől, az egy kicsikét a festése. És mivel már én ezt bemutattam egyszer a Praetorian Guard-nál, ezért nagyon nem is akarom szaporítani vele kapcsolatosan a szót, az általános paramétereket ott megnézhetitek abban a videóban, úgyhogy én most akkor különbségekre fogok koncentrálni egyre, mert hogy egy különbség van. A csizmájának a festése, kérem szépen, semmi másban nem tér el gyakorlatilag a figura, csak a barna csizmájára a Reynek felvittek egy ilyen sós, fehér porszort festést, amitől, hát önmagában szemlélve ez a csizma remekül néz ki, tehát ez a koszolás, ez jól sikerült, meg illik egyébként a Creed csatához, de hát több problémám is van ezzel. Egyrészt ugye mondom, hát ez a figura, ez nagyon túlgyártott, tehát ez egy unásig ismételt Rey, és szerintem még ebbe is nem kellett volna kiadni, mert ez már tényleg nagyon sok. A másik, hogy Rey az oké, hogy ugye a végén megjelent ennek a csatának, de emlékeim szerint azért olyan nagyon aktív résztvevője nem volt. Tehát most sós csizma ide vagy oda, őt nem biztos, hogy ebbe a pakba szerintem bele kellett volna rakni. Na de hát benne van, és ez van. Igazából ennél többet nem lehet róla beszélni. Egy kicsit többet lehet viszont Rózsikáról, tehát Rose Tico-ról, aki hát egy egyedi figura, tehát csak ebben a pakban volt ez a fajta változat megszerezhető. Noha magából a karakterből több másik változat is volt már ebben a méretben. Ugye volt egy single cardos a szerelőruhájában, az egy nagyon-nagyon sikertelen figura volt, az az igazi polcmelegítő. 1300 forintra leárazva, hogy se nagyon kell senkinek kategória. És volt belőle ugye egy ilyen first order tiszti egyenruhás, amivel már egy szóló videóban nálam is találkozhattatok. Na ez a harmadik Rose Tico, ami a Defense of Crate Rose Tico gyakorlatilag, tehát ez a neve neki. Teljesen egyedi figura, elméletileg minden eleme új, bár a feje engem erőteljesen emlékeztet a legelső single cardos verzióra, noha a festésben biztos, hogy az is eltér. Ez egy 7 ponton mozgatható figura, tehát megint csak nem 5 pontos, és két darab kiegészítőt adtak hozzá, egy poncsót, ugye, ami ebből a szokásos, rugalmas, gumiszerű anyagból van, illetve hát egy ilyen nagyobb puskát. A puskának a kidolgozása teljesen oké, igazából nekem tetszik, sima, ezüst színű, nincsen benne semmi bonyodalom, de a célnak igazából megfelel, meg hát láthattunk ilyeneket is a lázadók oldalán, úgyhogy végül is ez egy nem karakteridegen kiegészítő. Mindkét kezében jól megfogja a fegyvert, viszont azt tudni kell, hogy ennek a Rose-nak az egyik keze az ilyen oldalvájzt van. Abba is bele lehet rakni a puskát, de akkor, hogyha így rakjuk bele a kezébe, akkor gyakorlatilag csak ilyen hanyagon egyfajta ilyen Rainbow Six-es beállással lógatja maga mellett a puskáját. Na most a poncsó az elvéletileg levehető, sőt gyakorlatilag is, igen csak könnyen, de mindezt csak úgy lehet kivitelezni, hogyha a figurának levesszük a fejét, amit hát én nem szeretek ugye annyira, hogyha egy kiegészítőt csak úgy lehet használni, hogyha a figurának az egységét megbontjuk, de hát ennek tényleg nagyon könnyen lepattan a feje. Úgyhogy most egyszer lepattintom, és akkor láthatjuk is, hogy nincs fej. Levettük a poncsót, ami egyébként tényleg jó minőségű, meg abszolút illeszkedik, illik is a figurához, úgyhogy azzal így meg vagyok elégedve. És hát akkor láthatjuk egy kicsit ezt a hosszú nyakú Rózsit, aminek, hát hogyha az egyes elemeit nézzük, akkor elég szépen kidolgozott. Az arcával sincs semmi probléma, felismerhető a karakter, sőt itt ilyen sebb helyek is vannak festve egy kicsit az arcára. Ez jó, ez azt mutatja, hogy ilyen, hát harci sebesülésekkel van ellátva, illetve hát a hajának a kidolgozottsága is, ez a kis cof, ez nekem alapvetően tetszik. A test sculpt is tök jó, arányos,
jó ez a budgyos gatya is, különösen tetszik a nyaklánca, amire külön gondot fordítottak, úgyhogy voltak éppen ez egy igényes és jó kidolgozottságú figura, egyáltalán nem tudok róla semmi rosszat mondani, egyetlen kivétellel, hogy baromira rosszul áll meg a lábám. Poncsó nélkül még csak-csak, ugye ennek a lába is ilyen két állásban van, a két darab lába, de baromi nehéz őt megállítani, még poncsó nélkül is, de így azért még reális, de hogyha ráraktuk a poncsót, akkor szinte azonnal, ha meg a fegyver is a kezében van, akkor azonnal orra bukik, ezt én nagyon nem szoktam kedvelni. De tény és való, hogy ez a figura annyira nem rossz, és a rózok mezőnyében is szerintem jó helyet foglal el. De önmagában véve, mivel a karakter ugye nem egy ilyen igazán kedvelt szereplője a Star Wars univerzumának, ezért hát senki nem fogja ezért megvenni ezt a csomagot, maradjunk annyiba. Harmadik karakterünk az a First Order Gunner, aki ugye hát gyakorlatilag a Death Star Gunnernek a elsőrendi megfelelője. Láthattuk is ezeket a karaktereket, ha jól emlékszem, több jelenetben is a Last Jedi folyamán, és hát az egész kinézete a karakternek tényleg olyan, mintha egy elcseszett Death Star Gunner lenne. Picit korábban szerintem már beszéltem itt az első rendi egyenruhákról, hogy mi a véleménye. Ugye említettem talán, hogy bizonyos tekintetben ugye az teljesen elfogadható, hogy egy első rend, ami a birodalom maradékából alakult ki valamennyire, az alapoz ugye a régi egyenruhákra, a régi haditechnikára, ez teljesen jól van. Viszont itt az első, bizonyos elsőrendi egyenruháknál én határozottan azt érzem, hogy az alkotóknak az volt a célja, hogy bizonyos tipikus részleteket görcsösen megváltoztassanak. Tehát például az elsőrendi tiszteknek mondjuk a sapkája ilyen. De több más részletet is fel lehet sorolni, mondjuk a Stormtrooperek sisakján mondjuk a minta, tehát hogy nagyon törekedtek rajta, hogy olyan legyen, de ugyanakkor mégsem. És ezen a figurán, illetve ezen a karakteren ez maximálisan így van. Ugye egy Death Star Gunneren nincs túl sok részlet, nem lehetett túl sok mindennel figurázni, ezért a sisakját változtatták meg. Az alapvető jellegét megőrizték, tehát ez a furcsa ilyen lefele konyuló sisak van, de ahelyett, hogy itt egy ilyen gömbszerű előső rész lenne, hát egy fordított baseball sapka simlédert raktak az elejére, amitől az egész gyakorlatilag hát nevetséges. Tehát ez a karakter egész egyszerűen nevetségesen néz ki számomra. Nem akarok senkit megbántani, nem. A véleményem nem mérvadó, de ezt tényleg így gondolom, hát úgy néz ki szerencsétlen, mint a Silent Hillből az a piromis fejű csóka, vagy mint egy orszargó, vagy nem tudom, hogy mihez hasonlítsam igazából. Ennek ellenére, hogy alapvetően nem vagyok elégedett a karakternek a külsejével, még ez egy nem annyira rossz figura, ugyancsak 5 pontos mozgathatóságú, de amilyen részletesnek kell lennie, az meg van csinálva, tehát a ruhának a redői szépen ki vannak dolgozva, illetve hát ez a sima fekete első rendi Gunner egyenruha, ez azért önmagában jól néz ki, csak hát mondom, a sisakkal én nem vagyok kibékülve. Egy kiegészítőt kapott, egy sima blastert, nem is kell igazából több, mert ugye ezek elsődlegesen nem kézi fegyverrel harcolnak, mindkét kezébe jól fogja a blastert, nincsen vele semmi probléma. A figurának a festése is rendben van, de a festést azt igazából egyetlen egy helyen lehet normálisan tetten érni a vállán lévő elsőrendi emblémán. Az jól néz ki, de a többi hát az sima fekete, ugyan szép fényes. Semmi nem levehető róla, nem levehető ugye a sisakja sem, pedig azzal egyébként fel lehetett volna dobni egy kicsit, hogy esetleg van egy emberi fej a sisak alatt, és akkor azt fel le lehet venni, akkor jobban használható lenne ez a figura, meg kicsit talán emlékezetesebb is, hát így nem annyira. Én nem tudom, én ezzel a sisakkal nem tudok napirendre térni, mert szerintem ez ronda és kész. Egyébként ő jól megáll a lábán, meg úgy semmilyen kifejezett minőségbeli probléma nincsen vele, úgyhogy nem gáz ez a figura, de ez megint csak olyan, hogy ezért nem feltétlenül érdemes megvenni ezt a csomagot. És akkor a negyedik és egyben utolsó figuránk, hát mondtam, hogy ma ez egy rövidebb videó lesz, az a First Order Snowtrooper,
Ami viszont egy remek figura egyébként, noha ez egy hát átdolgozás, tehát korábban már volt a Force Awakens sorozatban egy FO Snowtrooper, aminek ez az átfestett változata, tehát a sculpt az teljes mértékben megegyezik, viszont az átfestést itt teljesen nyilvánvalóan lehet látni, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon sokat javított a figurán. Mert hogy nagyon sok szürkét dolgoztak bele a figurába, a sisakja is kapott egy ilyen szürke csíkos festést, illetve hát a nem páncélos részek is ilyen világos szürkével vannak megfestve, de a fő részek azért fehérek maradtak, gyönyörű rikító fehérek, ami hát nagyon jól néz ki, nem tudom, nem volt még a kezembe a TFR Snowtrooper, illetve hát biztos a kezembe volt, de nem nagyon emlékszem rá, de nekem egyébként úgy tűnik, hogy ennek a figurának úgy fényesebb fehér a festése, nem annyira matt. Úgyhogy remek kis cucc, egyébként a kidolgozottsága is teljesen megfelelő, tetszik a sisak, tetszik a páncél, nagyon tetszik, hogy van szoknyája, noha ez merev, tehát nem az a gumiszerű, ilyen palástszerű cuccos, hanem ez teljesen kemény műanyagból van, és együtt mozdul a lábbal, tehát a láb része a szoknya. De ettől függetlenül ez is valamennyit azért dob rajta, és megadja ezt a Snowtrooper jelleget. És akkor itt most vissza lehet csatolni egy kicsit a Zefo Gunnerhez, hogy ennél a karakternél viszont meg tudták tartani azt a mértéket, hogy megváltoztattak sok-sok részletet mondjuk a birodalmi Snowtrooperhez képest, mégis az egésznek a jellege azért megmaradt, de egyedi lett. Tehát itt nem érhető tetten az, hogy nagyon görcsösen meg akarták volna változtatni a sisakot, és akkor ne az a szellemszerű sisak legyen, hanem mondjuk harang alakú, vagy mit tudom én, bármilyen, hanem mondjuk speciál ez pont harang alakú, de itt olyan, hogy látszik, mintha tényleg egy ilyen más alapokra helyezték volna az egészet, noha mondom, felismerhető az, hogy egy Snowtrooperről van szó. Emiatt is ez a figura, ez voltaképpen nekem tetszik. A sisakja sajnos ennek sem levehető, de a hátizsákja igen. Egyébként jól illeszkedik a hátára, és egy ilyen teljesen szokásos pluggal lehet a helyére illeszteni. Nagyon kellemesen a helyén marad, nem esik le róla, stb. Másik kiegészítő pedig ez a First Order Blaster, ami hát egy tök jó kis karabé, ugye az eredeti birodalmi Stormtrooperek által használt blasterre hajaz egy kicsit, de mégis itt azért megint csak benne van az, hogy mintha fejlesztettek volna rajta. A színezése, hogy a blaster is ilyen fehér alapon fekete, hát Istenem, jó, fogadjuk el, hogy ez egy Snowtrooper, és akkor álcáznia kell magát a hóba, vagy mit tudom én, ahhoz megy ez a festés. A Stormtroopereknél már nincsen akkora jelentősége, de úgy emlékszem, hogy a Stormtrooperek, az FO Stormtrooperek blasterénél is van fehér festés a fegyveren bőven. Jól megáll a lábán, kellő részletességű, mindkét kezében jól fogja egyébként a puskát, és ez egy színvonalas darab, tehát ebbe igazából nem tudok úgy belekötni. Az megint csak egy jó kérdés, hogy ezért érdemes-e megvenni ezt a pakkot, amikor a TFA-s változat az relatíve olcsóban beszerezhető, meg az egy kettes pakba volt csak, ugye póval volt egybecsomagolva, hát ezt mindenkinek el kell döntenie magának. Igazából véve könnyen hozzá lehet jutni ehhez a 4-es csomaghoz, mert rengeteg eladó példány van belőle az interneten, meg lehet rendelni külföldi webshopokból is, de az eBay is tele van vele. Sőt, ma reggel láttam pont az Instagramon, hogy ilyen amerikai nagyáruházakban már ilyen clearance-ben szerepel a cucc, tehát gyakorlatilag ilyen 12-14 dollárért már hozzá lehet jutni ehhez a 4-es pakhoz. Ez azért nem nagyon azt mutatja, hogy annyira rohadtul sikeres lenne, hiszen gyakorlatilag 18 márciusa óta, hogyha ez egy olyan nagyon frankó pak lenne, akkor már mindet elvitték volna gyakorlatilag. Na mindegy, hát ezt nem, hozzá lehet jutni relatíve könnyen, úgyhogy olyan nagyjából 3500 forinttól indul ez a nemzetközi aukciós oldalakon, és olyan 6000-ig bezárólag lehet hozzájutni, plusz ugye posta természetesen, úgyhogy hát hazánkban annyira nem éri meg egyébként behozni, mert hogyha utána el akarja adni az ember, szerintem nem kap érte annyit, mint amennyire megveszi.
Minden esetre, hát annak, akinek kell, meg akinek tetszik, az mindenképpen szerezze be. Szerintem ez egy sokkal gyengébb eresztés, mint a későbbi szólópakok bármelyike gyakorlatilag, vagy a Rogue One pakok jó részénél is. Úgyhogy nem is tartom meg, megmondom őszintén, ezeknek a figuráknak már megvan az új tulajdonosa, és nem bánom azt sem, hogy bontottan vettem meg őket, mert a csomagolás sem ad igazából olyan nagyon sokat hozzá. Ez a szokásos, ilyen nagy, blisteres, kocka alakú dobozban kerültek forgalomba, ugyanolyanban gyakorlatilag, mint a Jedha Revolt 4-es pak, amit egyszer a Rogue One videóban mutattam nektek, tök ugyanolyan doboz, csak nyilván Last Jedi-os küllemmel. Jó, hát akkor ennyi lett volna mára, ez egy kicsit rövidebb volt, de talán nem is baj, mert így végignézitek. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok meg, hogyha lehet, akkor osszátok meg. Ha van véleményetek, mindenképpen írjátok meg kommentben. Tartsatok velem a Játékok a polcról Facebook oldalon is, és a játékokapolcról.blog.hu-n is. Jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezem, és akkor, hogyha minden igaz, bele tudok kezdeni most már a Vintage Legos sorozatba. Már csak egyetlen egy alkatrészre várok, hogy teljes legyen az egyik nagyobbacska gyerekkori Lego készletem, amit én még sosem láttam egyben, mert hogy én ömlesztve örököltem meg annak idején, úgyhogy már nagyon várom, hogy megérkezzen az utolsó alkatrész, és végre összerakhassam, és akkor jövő héten csinálok nektek róla videót, de ha valami közbe jön, és mégsem tudok a Legóval foglalkozni, akkor G.I. Joe-ra számíthattok ugyanebben az időpontban egy hét múlva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek szép estét, sziasztok!